Rangos európai díjat nyert az idei Karlo Vivari Nemzetközi Filmfesztiválon a Szabadesés című magyar alkotás. A film az egymás alatt 7 emeleten elhelyezkedő lakások és lakóik nem mindennapi történeteit meséli el. Pálffy György rendező azt mondta, nagyon izgalmas kihívás volt, hogy hogyan lehet a nagyjátékfilmes szerkezetet szétzúzni, ugyanakkor mégis követhető, izgalmas struktúrát építeni rövid filmekből úgy, hogy a rövid film szabályszerűségét sem tartják be, és a film csak egészében nagyjátékfilmként értelmezhető. Pálffy György a vendégem, gratulálok, jó estét! Jó estét, köszönöm szépen! Biztos nagyon sokan megtették már az elmúlt órákban. Azon gondolkodtam, hogy egy filmnek az egy életén belül biztos, hogy van több élete, de hát ezt ön sokkal jobban tudja nálam, én csak így elképzelni tudom. Az első élete nyilván az, amikor készül, amikor először valaki fejébe készül, aztán már fizikai valóságában is készül a film. És akkor van egy következő szakasz, amikor például egy fesztiválra nevezik, egy fesztiválra meghívják. Aztán lehet egy következő élete a filmnek, amikor mondjuk kap egy ilyen fantasztikus díjat, amit itt mutatunk, és az egész Egyenes Beszéd stúdióját is látjuk benne, mintha közel lenne a filmhez. És akkor utána, mert egy fesztivál, egy film életében az mit jelent? Szakmai elismerés az egyértelmű, de mi lesz a filmmel attól, hogy van egy ilyen csodaszép díja? De szerzői film esetében, amilyen a Szabadesés is, csak a fesztivál tudja elindítani a filmet az útján. Igen? Attól, hogy egy ilyen A-kategóriás fesztiválra bekerült a Szabadesés, már attól, hogy a versenyprogramba bejutottunk, attól már azt reméltük, és azt is reméljük, hogy nagyon sok ország megvásárolja, mozikban vetítik, DVD-ken, televíziókon fogják sugározni, és így eljut a közönséghez. De ehhez kell egy fesztivál? Ilyen típusú film esetében igen, mert nagyon sok szerzői film készül, nagyon sok filmek vannak ezen a fesztiválon, és a fesztivál már a versenyprogrammal, aztán pedig esetleg egy díjjal rámutat azokra az alkotásokra, amire felhívja a nézők figyelmét, hogy na, mi már ezt szeretjük, tessék ezt a filmet megnézni. Mi előre kiválogattuk önnek a nézhető terméket. Hát amire aztán a nézőközönség azt mondja, hogy nekem ne válogassanak, én majd válogatok magamnak, vagy hisz a fesztivál zsűriének. Most hiszünk a fesztivál zsűriének. Szerintem mindenki nézze meg, és döntse el maga. Na így lesz a legjobb, így igaz. Viszont a filmnek van egy olyan élete is, amely sok kis életből próbálom itten egy koreográfia szerint, ilyen hatással van el egy rendező, hogy a sok kis életből akkor az egész életét felépíteni a filmnek. Láthatta már a vetítéseken a filmnek azt az életét, ahogy éli a moziban. Az milyen volt? Hogy fogadta a közönség? Igazából ezen a fesztiválon volt először közönség előtt a film. Előtte voltak tesztvetítéseink, próbálkoztunk egy-két kisebb vetítéssel, és hát olyan nem ment annyira jól. Vette a közönség, de úgy... És ez a Karlo Vivari Filmfesztivál közönség, ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Egyszerre nézte 1200 ember, és hát csodálatos élmény volt hallani, hogy egyszerre hördülnek, értik a vicceket, követik a film ritmusát. Az utolsó percig szöszöltek együtt a filmmel, nevettek az utolsó gesztusokon is, és a végén érezni lehetett a tapsból, meg azokból a felhördülésekből, hogy jól fogadják a filmet. Tehát egy filmrendező életében és egy film életében itt jön el az a nagy pillanat, amikor találkozik az alkotás, az addig dédelgetett alkotás a közönséggel, és ez Karlo Vivari esetében nagyon jól működött. Hát igen, ezt gondolom egy óriási csapda lehet, hogy fesztiválnak, egy zsűrinek, egy művész, szűk művész közegnek akarok egy filmet csinálni, vagy pedig azt szeretném, hogy azért ez a kettő ne váljon külön. Legyen művészek által ismert, elismert, és közönség által ismert, elismert film is, és ne két úton járjon. Ezek szerint az első szonda már megvolt, és az jól működött. Nem volt végig egy olyan félelme, bár ha lett volna, akkor lehet, hogy nem csinálja meg, hogy ennyire szétdarabolni, gyakorlatilag 7 kis filmet alkotni, és 7 kisfilmből, kisfilmtől elvárni, hogy az egy egész legyen, hogy ez egy nagyon veszélyes játék, ugyanis vagy széthullik az egész 7 részre, vagy pedig valami nagyon didaktikus, buta módon fűzi össze az ember, amitől meg megint csak rossz lesz. Jól látja, ez volt a rizikója ennek a filmnek, és erre voltunk kíváncsiak a közönségnél, hogy,
hogy a film nyelvvel eljátszhatunk-e, és szétszúzhatjuk-e a hagyományos nagyjátékfilmnek a szerkezetét, ami karakterfejlődésre épül, egy történet, általában szívhez szóló, vagy ilyesmi történeteket, ezeket mi teljesen szétszúztuk. Tulajdonképpen 7 különböző szobának, 7 különböző csoportjával, karakterekkel kell mennie, és ugye ez volt a tétje, hogy ez összeáll-e, működik-e, fönntartja a néző izgalmát egészen az alatt, a 80 perc alatt, ami nézi. Egy ne közös pont didaktikus. Van a zuhanó ember szeme? Ő köti össze az ő karaktere, de ő se köti igazából össze. Tehát mi egy olyan filmet próbáltunk elkészíteni, ahol se nem tekinthető rövid filmek sokasságának, se nem tekinthető omnibus filmnek, azaz sketch filmnek, mert egy rendező készítette, de nagyjátékfilmként sem értelmezhető, hanem csak a hossza az, ami nagyjátékfilmnek tartja össze. Mégis egy mindegyik történet egy gondolati egység felé halad, és a 7 történet együttesen adja ki azt a gondolatiságot, amivel a nézővel beszélgetni vagy kommunikálni akarunk. Ez egy nagyon rizikos játék, csak pont azért, mert a finanszírozásunk előre megvolt, és a Jeonju dél-koreai fesztivál támogatta a filmet, és utána teljes alkotói szabadságot adott, megengedte nekünk, hogy kísérletezzünk, és ezekben a filmnyelvi játékokban bátrak legyünk. Azon gondolkodtam, amikor már tudtam, hogy elfogadtam a kívást, és jönni fog, hogy szabad-e egy ilyen jó és szép pillanatsorozatot megtörni azzal, hogy pénz, hogy finanszírozás, hogy filmalap, hogy nemzeti, hogy nem, hogy toldi, hogy mi van, hogy kaszkadőr. Ön mind érti, a nézőknek meg mindjárt elmondjuk, hogy miért ezeket a címszavakat mondtam. Én meg tudtam, hogy meg fogja kérni. De én meg azt gondolom, nem, tehát azon túl, hogy az örömünket ez nem fogja csorbítani, de most már az örömön túl, akkor a jövőről is tudunk, vagy kell, hogy beszéljünk. Mert hogy ez egy más, mint egy nagy játékfilm, és a költségvetésében is más, mint egy nagy játékfilm, hát nagyon más. Ez gyakorlatilag majdnem, hogy apró pénzből készült a filmes szakmában, és dél-koreai finanszírozással. Ez hogy? Miért? Úgy tűnik, hogy a dél-koreai fesztivál szervezői vagy válogatóinak tetszettek az előző munkáim, és nekik van egy Jeonju Digital Projekt nevű programjuk, amiben minden évben 3 rendezőt választanak ki, ebben az évben 2 koreai rendezőt, meg engem, egy európai rendezőt választottak, és most a 15. alkalommal rendezték meg a fesztivált, eddig rövid filmeket támogattak, most idéntől pedig azt mondták, hogy megemelik az összeget, és legyenek játékfilmek. De az összeget megemelték, de ez még mindig nem egy igazi játékfilm összeg. Ez egy nagyon-nagyon kicsi összeg. Ebből készült egy magyar nyelvű, magyar színészekkel, magyar stábbal egy igazi magyar film. A stábnak a fő alkotóinak épp ezért le kellett mondani a gázsiukról. Nagyon alacsony fizetést tudtunk adni a színészeknek is, meg ez összesen egy 22 millió forint, mennyi volt a költség? Hát ez 100 000 dollár volt, tehát egy 22 millió forint. Mi próbáltunk még hozzá egy 10 millió forintot szerezni, aztán ez se sikerült Magyarországról, hanem Franciaországról sikerült megszerezni ezt a pénzt. De ez a összehasonlításképpen egy átlagos magyar film nem tud elkészülni ennek a tízszereséből. Tehát 300 millió forint környékén van egy átlagos magyar film költségvetése. Annyira drága a technika, és annyira drága a filmkészítés. De a lámpákat és a kamerát például ingyen kaptuk a Vision Team-től, a kint az Origo Film Group stúdiójában pedig egy angol film már fölépített egy szobadíszletet, ami nekünk pont jó volt, és ők odaadták nekünk ingyen. Tehát ezekből a támogatásokból és bartelekből tudtunk tulajdonképpen egy kis költségvetésű filmet elkészíteni. És ezért is mondtam a díjátadón, hogy enélkül a stáb nélkül, és enélkül a áldozathozattal nélkül én nem tudtam volna átvenni a legjobb rendezőnek járó díjat Carlo Vivariban. De szeretne mást is csinálni. Mi van a toldival? A felsorolásomban ezt is beletettem. Itt, ha valaki nem követte volna figyelemmel a vitát, hány éve tartó vitát? Hát 3 éve van film alap, mi 4 éve fejlesztjük a filmet. 4 éve fejlesztenek egy filmet, amit most már nagyon szeretnének elkészíteni is. Okay. Pillanatnyilag Andy Vajnával van önnek személyesen vitája, vagy miről szól ez az egész?
A párbeszéd hiányáról szól, arról, hogy van egy nagy költségvetésünk filmünk, amit megírtunk, pályáztunk rá a filmalapnál. Ők tulajdonképpen megítélték a költségvetést, mi ezt a filmet elő is készítettük, és egy idő óta nem nagyon tudjuk, hogy mi történik, mert tavaly október óta tulajdonképpen igazi előrelépés nem történt ebben. De mi ez hogy? Tehát nincs telefon, nincs e-mail, vagy mi nincs? De próbálgattunk, és informális beszélgetések vannak, de nem nagyon kapunk információt. Találkoznak, döntögetnek, ezek a döntések aztán nem válnak hivatalossá, nem kerülnek ki a nyilvánosság elé. Mindig vannak feltételek, ezeket a feltételeket mi megpróbáljuk maximálisan elfogadni, még hogyha azokkal nem is értünk egyet, vagy azt gondoljuk, hogy a film költségvetését inkább megnövelné, mint sem, hogy segítene rajtunk, de tulajdonképpen párbeszéd helyett utasításokat kapunk, és amennyiben ezeket az utasításokat akár a film ellenében is nem hajtjuk végre, akkor továbbra megvan vonva a szeretet, megvan vonva a beszélgetés lehetőség, és nem tudunk velük találkozni. De én is azt szeretném, ha csak szakmai alapon dönne. Most éppen a 3 nappal ezelőtt jött az első hivatalos válasz, hogy július 21-én tudunk találkozni. Hát ez már jó, hát akkor már van egy időpont. Most már van egy időpont, sajnálom, hogy ezért én azt akartam elérni a nyilvánossághoz fordulásra, hogy legyen párbeszéd, most úgy tűnik, hogy akkor valami el tud indulni, remélem, hát, hogy el is indul. Ha elérte a nyilvánossághoz fordulással, hogy elinduljon a párbeszéd, akkor jó. Nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha önre nem akarok megsérteni, és őszintén remélem inkább, hogy én érzem rosszul a nyilatkozataiból, mintha azt gondolnák, hogy ja, Pálfia az örök első filmes. Tehát mi az, hogy megszabják, holott nem. Tehát ezzel nem akartam megsérteni, hogy ön nem lehet az örök első filmes, mert már nem az, rég nem az. De mi az, hogy megszabják egy filmnél a rendezőnek, mert ugye itt a vitának az egyik tárgya, jól értem, akkor az, hogy egy a Andy Vajna által, vagy nem tudom, ki által kijelölt rendező rendezze, és nem ön, az ön által rendezett filmen belül a kaszkadőr jeleneteket? Ez hogy? Mi amúgy is dolgoznánk kaszkadőr szakértővel, és hát, amúgy is dolgoznánk úgynevezett second unit-tal, aki az akció jeleneteket veszi föl. Ennek a mértékéről és lehetőségéről van szó. A filmalap azt a szándékát fejezte ki, hogy mi ezeket az akció jeleneteket egyértelműen adjuk át egy second unit stábnak, és hogy úgy rakjuk össze a gyártási tervet, hogy ezeken a felvételeken én ne is tudjak ott lenni, hanem már költözzön át a fő unit egy másik helyre, és ne tudjam az akciójeleneteket elkészíteni. Én csupán annyit kértem, hogy hadd legyek jelen ezeken a felvételeken, akár csak úgy is, mint minőségi ellenőr, mégsem egy munka ez nekem, hanem ez egy álomnak a megvalósítása. Szeretném, hogyha minden snitt abban a minőségben valósulna meg, ahogy azt igazából én szeretem. A probléma pedig még azon van, hogy egy európai filmalap meddig szólhat bele egy alkotó munkájába, és ebben az esetben nagyon beleszóltak, ugyanis amikor prezentáltam az első snittet, amit én egyetlen egy hosszú beállításként akartam megcsinálni, és ebben vannak színészek, és megtörténik az akció is, akkor azt kérdeztem, hogy akkor ebből ők szerintük melyik a első unit napja, és melyik a második unit napja, azaz egy snitten belül hogyan fog megosztani akkor a munkamódszer, hogyha valaki más csinálja az akciójeleneteket. És erre azt a választ kaptam, hogy ezt a snittet már pedig el kell vágni, addig én forgathatom, ameddig színészek vannak benne, aztán jön az a stáb, amelyik a akciójeleneteket forgatja, és utána pedig visszamehetek a színészekkel újra dolgozni, de ugye nem mindegy, hogy az ember egy snitnek találja ki, és annak milyen a ritmusa, és milyen az, amikor szétvágja darabokra a filmet. Lehet, csak és azt is gondolom, hogy ez már nem dolog. Kompetenciája egy pénzosztó szervnek, hogy részletről részletre megbeszélje. Most kell ebből egy próbajelenetet csinálnunk, meg kell mutatnunk, hogy ez egy snitben izgalmas lesz, hogy tudunk együtt dolgozni a szekedőn. Hát természetesen, hogyha ez a következő feltétel ahhoz, hogy mi filmhez jussunk, akkor én ezt nem adom föl, meg fogom csinálni, meg tudom csinálni, csak nem tudom, hogy mi feltétel fog következni még ezután, mert már sok feltételnek eleget tettünk, ami után újabb feltételek jöttek.
Én azt remélem, hogy végre bízik bennem a filmalap, bízik abban, hogy rendezőként meg tudok csinálni egy filmet, és ez a probléma, ami például itt fölmerült, egy abból a 10 000-ből, ami ennek a filmnek a forgatása során elő fog még jönni. Tehát máshogy nem lehet ezt megcsinálni, bízniuk kéne a rendezőben, és bízni a minőségi ellenőrben. A minőségi ellenőrben, és abban, hogy ez minőségi jó film. Hát nagyon jó beszélgetés, tárgyalást kívánok 21-ére. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.